Első ügyfelét fogadta az új adóügyi pont Ibrányban szerda délelőtt. A rétközi településen, valamint a nagykállói kormányablakokban már a naphatás körébe tartozó ügyeket is elintézheti a lakosság. Nyíregyházan kívül eddig Tiszavasváriban és Nyírbátorban volt erre lehetőség, most újabb 4 kormányablak bővítette szolgáltatásait. A korábbi 2 követően idén januárban újabb 4 napügyfélszolgálat nyílt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kormányablakaiban. Helyileg ezek Ibrányban, Nagykállóban, Kisvárdán és Záhonyban nyíltak meg. Országosan egyébként most már összesen 91 olyan kormányablak van, ahol ezeket az ügyeket el lehet intézni. Ebből a 91-ből 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van az adóhatósági ügyfélpontokra. Ott, ahol tavaly nyáron megnyílt, napi 10-15 ügyfelet fogadnak. A megyei igazgatóság ügyfeleinek a 8%-a Ibrányból és a körzetéből érkezett tavaly. Közülük sokaknak már elég csak a járási kormányablakba menni, ügyet intézni. Minél közelebb hozni az ügyintézést az emberekhez, minél szakszerűbben modern közigazgatást hozzunk létre, az elektronikus digitális eszközöket is bevonva, integrált ügyeket, és emberségesen. Tehát az a cél, hogy az államigazgatás úgy működjön, hogy ne a hatóságok érdekei, hanem az emberek érdekei legyenek az elsődlegesek. Ibrány mellett Nagykállóban is átadták az adóhatóság ügyfélpontját szerdán. A térségben nyáróta Nyírbátorban is működik ilyen szolgáltatás. Ugyan nem vagyunk messze Nyíregyházától, de mégis fontos cselekedet, hogy a NAV képviseltesse magát. Nem elég az, hogy képviseltesse, hanem az ügyfelek rendelkezésére álljon. A járási rendszer 5 éve indult el, az ezt követően nyílt kormányablakokban is egyre többen intézik ügyeiket. Tavaly már több mint 800 ezer esetben fordultak a megye, mint egy 400 ezer felnőttkorú lakos az ott dolgozókhoz. Az adóhatósági ügyek közül számos olyan területen tudnak már segíteni a vidéki kormányablakokban, amiért eddig a megyeközpontban kellett utazni. Nagyon széles körben intézhetik el itt az adózók az ügyeiket, különböző beadványokat, kérelmeket, beallásokat tudnak leadni, folyószámla ügyeiket tudják intézni, folyószámla kivonatot tudnak kérni, csekket tudnak igényelni nálunk, illetve ha szükséges, akkor tájékoztatást adunk nekik az adóügyeikben, illetve ha kell, akkor segítséget tudunk nyújtani a különböző nyomtatványok, bevallások kitöltésében is. Ez a felsorolás ez nem teljes körül, de a honlapunkon mindenki tájékozódhat a tekintetben, hogy mik a pontosan intézhető ügyek köre. A NAV tapasztalatai szerint az ügyfelek egyre inkább elektronikusan intézik ügyeiket. A weboldal látogatottsága több mint 50%-kal nőtt tavaly az előző évhez képest, az elektronikusan beadott ügyek száma pedig meghaladja az évi 20 milliót.